Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Gorilla Kaland című kalandpályának a folytatásával. Hogyha emlékeztek, erről a pályáról körülbelül olyan 3-4 hete volt utoljára a videó, és hát többen is kérdeztétek, hogy mikor lesz belőle folytatás, illetve hogy miért nem volt idáig belőle folytatás. Ennek az volt az oka, hogy frissítettem a Minecraftomat, és ezzel az összes mentésem elveszett, úgyhogy sajnos előről kellett kezdenem az egész kalandpályát, viszont most ott vagyok, ahol ugye az előző részt abba hagytam. Hogyha esetleg az előző részt nem láttátok, akkor fönt az ibetű kattintva be tudjátok pótolni, egyébként mindenféleképpen nézzétek meg, mert ugye nem fogjátok érteni, hogy most itt mi is lesz ebben a videóban, hogyha azt nem láttátok, ugye az ennek az előzménye lesz, és akkor ugye ott hagytuk abba, hogy megtanultuk a gorilláknak a nyelvét, elméletileg most már mindent fogunk érteni, amit mondanak, úgyhogy akkor menjünk is ki, és beszéljünk újra Diane-nel, remélhetőleg tud majd nekünk valami használható információt mondani. Szia, Dian! Hmm, cute, ha? Let me hear you now. Let's roll like a ball. <laughs> i love them so much and i'm proud of you here's your silver oh, one baby gorilla is missing Ajjaj. i'm afraid the poachers took him we must find him there are underground traps around the totem near wise's house okay he might be there megnézzük akkor. Szóval ö, azt mondta, hogy büszke rám, mert megtanultam a gorilláknak a nyelvét, ezért kaptunk egy ezüst trófeát, azonban nagyon aggódik, mert egy baby gorilla elveszett, és valószínűleg az orvadászok miatt tűnhetett el, és Vajzának van egy totemje, valószínűleg ott fogjuk őt megtalálni. Hát remélhető, akkor tényleg ott is lesz. Nem tudom egyébként, hogy ez pontosan merre van. Hát akkor most megindulok itt az úton, aztán csak lesz valami tábla, ami útba fog minket igazítani. Hogyha jól emlékszem, akkor Vájza volt az a, az, az öreg asszony, aki folyamatosan követett minket, és ugye banánt szeretett volna tőlünk. Eléggé creepy volt egyébként a Csajsi. Uh, gorilla Habitat, jó gondolom, akkor még mindig jó irányba megyünk, és itt van Vájza. Nem, már azt megtaláltam, köszönöm szépen. Jó, akkor megyek a Camp Vájza felirat felé. Azt hittem, hogy most lesz valami új szöveg, amit mondani fog nekünk. De ugye ez ugyanaz a szöveg volt, amikor még a beriket és a bambuszokat kellett gyűjteni neki. Hát akkor erre tovább. Új jó messzire rakták egyébként ezt a helyszínt. Tehát ez tényleg ilyen, ilyen kilométer hiányosoknak épült ez a kalandpálya. Na te nem baj, hát csak meg fogjuk találni akkor. Egyébként kíváncsi leszek arra is, hogy lesz-e valami harc ezen a pályán. Riverbank, gondolom akkor erre tovább. Lehet legalábbis remélem, hogy erre tovább. Ó, oh, igen, itt van a nagy fa. Ugye, hogyha emlékeztek, ennek a fának vizet kellett biztosítani ahhoz, hogy megkapjuk ezeket a fehér virágokat. És nagyon-nagyon ijesztő volt. Én amikor először megláttam, akkor tökre megijedtem tőle, mert hogy ilyen, ilyen fura hangja volt. Camp, Heart of the Jungle. Gondolom akkor erre. Vajza, jó. Oh, ott a totem. Oké, okay, erről beszélt nekünk a Chalcy. És akkor, hát remélhetőleg nem orvadászok kapták el a baby gorillát, mert akkor túl sok jót nem sejtek. De nem hiszem, hogy annyira brutális lenne ez a kalandpálya. És... Ó! Ó! Oké, okay, beestem ide a csapdába. És itt van Ariel. Szia, Ariel! Megmenthetlek? Gyere utánam! Pici baby gorilla, egyébként nagyon pici, nagyon aranyos. Jön! Ja, jó, oké, itt van. Olyan, mint egy kis kutya, aki folyamatosan a lábamra gerjed. Ariel, legyen jó gorilla, jó? Na. Tartsuk meg azért azt a tisztességes távolságot. Nem jó, amikor az ember aurájába ennyire belemásznak. Na mindegy, ennek aztán mondhatja az ember. Itt lesznek majd az olvadászok is? oh, use the arrows to hit the minecarts. Aha. Most akkor kaptunk egy bót, és elméletileg Ugye itt a minecartokat kell lelőni. Egyet sikerült. Ilyen kis minigémek vannak egyébként ezen a pályán. Azt nem tudom, hogy én újra fog ezt spónolni a minecart. Ebben egyébként baromi béna vagyok, de kettőt már sikerült kilőnöm, király. Akkor kéne eltalálnom, amikor ideér, és akkor talán ugye egyszerűbb lesz. Azt majdnem meglőttem, láttátok? Hogy ezek itt folyamatosan mennek, itt lent is jó, akkor igazából annyira nem kell emiatt aggódnom. Ha nagyon béna vagyok, akkor majd itt a lentieket eltalálgatom. De már csak egyet kell eltalálnom, hogyha minden igaz. Oké. Okay. És akkor most mehetünk tovább. Ott hagyom a többi Minecartot. Szóval akkor most úgy kell állítanom a kapcsolókat, hogy uh, ugye a víz folyjon, és a gombbal tudom elindítani a vízfolyást. Hol fogom azt látni, hogy honnan folyik a víz? Megnyomom a gombot. Akkor itt lefolyik. Ott lefolyik. Ha és ez kellene, akkor még elmozdítanom ezt a blokkot, ami itt van. De vajon melyik karral tudom ezt állítani? Valószínűleg ez így nem jó, mert gondolom ide kellene, hogy elérjen a víz. Itt igazából csak ezt kellene már elmozdítani, és akkor jó lenne. És itt pedig ezt. Hogyha minden igaz. Bár lehetséges, hogyha itt arra folyna tovább a víz, akkor itt egyből belemenne ebbe. Szóval nem biztos, hogy jó az, hogy ott azt most kiszedtük azt a blokkot. Visszaálltom mindegyiket alapra, és akkor megnézzük, hogy mi lesz. Vagy addig nem mozdulnak el, ameddig víz folyik. Mindjárt megnézzük. Ha ameddig folyik a víz, addig akkor ezek nem működnek. Jó, akkor ez elméletileg most így jó. Nézzük csak. Az ott elfolyik, így. És. Ó, itt is van egy blokk. Aha. Jó, akkor ezt a blokkot is valahogy még onnan el kellett tüntetni. De itt meg emiatt nem lesz, jó. És hogyha ezt állítom. Így viszont jó lesz, nem? Itt elkezd erre folyni. Mind a két irányba elkezd folyni. Aha. Itt végig folyik, és oké. Okay. Akkor ez az oldal jó. És akkor nézzük meg ezt, hogy itt mit lehetne csinálni. Szóval, hogyha itt beállítom azt, hogy uh, fele folyjon, akkor szerintem ez is jó lesz. De mindjárt azért leteszteljük, hogy elfolyik-e odáig a víz, de szerintem el kell, hogy folyjon. Oké, okay, király. Na, mehetünk is tovább. Gyere Ariel! És itt vajon mit kell csinálni? Rá kell állni a nyomólapokra, ahhoz, hogy a pisztonokat tudjuk mozgatni. És mindegyik színes blokknak egy empty boxba kell kerülnie. Aha, szóval akkor itt ezt ebbe kell belelökni. És akkor ez most így jó is volt. Oké, okay, szóval ezt így először ide kell lökni, aztán pedig ide. Jó, ez se volt olyan nagyon nehéz. Ezek viszont már sticky pistonok, úgyhogy akkor először ezt ide húzzuk, ezt ide, és akkor így most oda bele tudjuk lökni, hogyha minden igaz, de mi látszik akkor nem ez kell, hanem ez, igen, és akkor most tudom belehúzni, jó, és akkor valószínűleg ez lesz az utolsó, a leges, legnehezebb, bár egyébként eddig szerintem egyik se volt annyira nagyon nehéz, először akkor ezt ide húzom, aztán pedig ezzel a Az ott marad. Ezzel elhúzom, és ezzel pedig belököm. Jó, király, sikerült. Hát, Ariel, innen egyedül biztos nem jutottál volna ki. De ilyen csapdát se láttam még, hogy az orvadászok ilyen bonyolult logikai csapdákkal ejtsenek el egy kis gorillát. De biztos így működik az életben is. És akkor szerintem itt most már ki tudunk menni. Szia Dion! Megmentettem a kis gorillát, remélhetőleg majd utánam teleportál. Nem tudom egyébként, hogy innen hogy kell neki hoznom. Ó, oh, field. Repülő. Gorilla. Ilyet még nem láttál. Na szia, jön. Ó, oh, köszönöm. Kaptam egy arany trófeát? Oké, okay, ő... Azt írja hogy ugye megkaptam az arany trófeát. Gratulálok, sikeresen teljesítetted ezt a kalandot, hogyha szeretnéd, akkor nyugodtan fedezd fel a pálya további részét, rengeteg mindent láthatsz még itt. Ilyen rövid volt ez a pálya? Hát erre nem számítottam. Köszönöm szépen Diana azt mondta egyébként, hogy ha szeretném akkor nyugodtan nézzek körbe, illetve visszameltek a kempre, ott még van rengeteg tennivaló. Hát megnézhetjük, hogy van-e még bármi, amit egyébként tudunk csinálni, de nekem nagyon olyan érzésem van, hogy akkor ez a pálya most itt véget ért. Amit egyébként nagyon sajnálok, mert akkor simán belefért volna egy videóba is. Én azt hittem, hogy ez jóval hosszabb lesz, hát ahol abba hagytuk ugye az előző részt, ott tulajdonképpen még csak a bevezetést éreztük, hogy ugye megtanulhatjuk a gorillák nyelvét, de végül is akkor ezt nem is kellett semmire se használnunk. Szóval egy kicsit azért csalódott vagyok most, ezt így kimondom ezzel a pályával kapcsolatosan. Egyébként maga a pálya nagyon szép, a resource pack is szerintem nagyon hangulatos, de, de ez nagyon rövid volt így. Úgy éreztem egyedül hosszúnak, hogy a három de abból állt, hogy eljussak az egyik helyszínről a másikra. Láttuk már szerintem ennél jóval kidolgozottabb és jóval tartalmas kalandpályát is a sztorból, de remélem azért tetszett nektek, azért ide visszajövök még a kempre, megnézzük hát, ha van itt valami, de igazából kétlem. Hát srácok, itt vagyok a kempnél, elméletileg itt még lehet, hogy kapnánk valami feladatot, de nem igazából látok NPC-ket, ugye itt vannak ilyen különböző kis kabinok, itt le lehetne pihenni, hogyha szeretnék, de igazából így roleplayezni szerintem már nem túl sok értelme lenne ezen a pályán, itt van egyébként egy ilyen kis éttermi rész is, itt lehetne kajálni, meg leülni, beszél a többiekkel, még a WC-ben is lehet kapni répát, meg almát, meg kenyeret, szóval nagyon furi nekem ez az egész. Itt még esetleg megnézhetjük, hogy mi van. Elméletileg itt van még egy storage room. Hát, ha esetleg ott van valaki, aki adna nekünk küldetést, de igazából szerintem ez már csak egy ilyen kis plusz kiegészítés, hogyha szeretné az ember, akkor ugye még fel tudja fedezni ezt a pályát. Szóval uh, itt van egy ilyen kis kiülős rész, egy ilyen kis teraszos rész. És itt van egy ilyen, egy ilyen lounge room, ahol ugye lehet lazulni, lehet zenéket hallgatni, meg minden ilyesmi. Úgyhogy szerintem igazából itt is lenne vége ennek a pályának, úgyhogy hát remélem tetszett nektek, azért ez a videó hamarosan jövök egy újabb kalandpálya végigjátszással, ahol egy teljesen másik történetet fogunk megnézni, illetve amit a videó címében ígértem nektek, az sem maradhat el, úgyhogy nézzük akkor, hogy ki volt az utolsó héten az a szerencsés ember, aki megnyerte a Doggy is ajándékcsomagot. És akkor itt is lennék az utolsó sorsolással, ahogy ígértem nektek. Nézzük meg akkor, hogy ki a szerencsés nyert, és aki megnyerte a Dogjand is ajándék csomagot. Belerakom a satyiba. És akkor mindjárt szépen össze is rázzuk. Na nézzük, na nézzük. Nagyon, nagyon izgatott vagyok egyébként. És... Mindjárt ki is derül, hogy ki az, akit még meg fogok látogatni ebben az évben biztosan. Itt is van. Ha, Regina Budapestről. Regina gratulálok, és hát akkor úgy látszik, hogy csak lányokkal fogok találkozni. Erre egyébként nem számítottam, de hát úgy látszik, hogy ez így alakult, úgyhogy akkor Regina veled is hamarosan föl fogja venni a videós bolt a kapcsolatot, és akkor megbeszéljük, hogy mikor vihetem ki neked az ajándékodat. Köszönöm szépen egyébként mindenkinek, aki részt vett a nyereményjátékban, ne buslakodjatok, lehetséges, hogy lesz majd még ehhez hasonló, ugyanis tényleg nagyon sokan írtátok, hogy szeretnétek, hogyha lenne még ilyen, viszont az, hogy mikor lesz hasonló, sajnos még még nem tudom nektek megmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett, Andi voltam, sziasztok!